Sziasztok, kedves emberek, én Oscar vagyok, és ez itt a Fallout 3 végigjátszásomnak a 41. része. Menekülünk az Enklávi bázisából. Minden robban, minden gyilkolódik lefele. És tulajdonképpen... Hú, durva. Na mindegy, ez az ajtó többé nem használható. Jaj, ne! Jó lett volna pedig bemenni. Igen, lopakodó üzemmódban egyébként valószínűleg az történt volna, én elárulom nektek, de ez csak egy gondolat a részemről, lehet, hogy nem is így van. Hogy? Mindjárt mondom, vaj, mi az ott? Plazma puska. Give it to me. Vaj, csak nálad mi van? Plazma puska, igen, ez jó. Összerakjuk. Plazma puskantyú. Igen, ennek a sebzése egyébként egész jó lesz, és ezzel lehet deintegrálni a ellenfeleket. Na szóval, hogyha most tolvaj karaktert csináltam volna, akkor valószínűleg itt lopakodtam volna. Plazma akna. Hoppá. Mikrofúziós cella, hát Moiránál lehet majd mit eladni. Elektron töltet. Van itt minden fincsiság. Fincsiség! What the fuck is going on up here? I'm gonna rip your heart out. Jaj! Azt a rohadt. Jó, van, kicsit besegítettem. Rakétavető. Hát ez nem kell, az már van nekem, viszont rakéta az... Mi? Mi ez? Tesla páncolja? Sugárfegyver plusz 10, sugárzás ellenállás plusz 20, 45-ös tömege van, védelem 26. Hát igen, ezzel már most túlterheltem magam. De várjál, most nem is ez a lényeg, hanem meg akarom nézni, hogy ezt egyáltalán... Hát igen, ezt a páncélt, akkor erőpáncélt tréningre lesz szükséged. Túl nehéz. Hát nem kell ez nekem. Cuccok! Mi ez? Ó, egy erőtér állja az utamat. Meg tudom ezt hackelni. Ó, semmi gond. No problem. Biztonsági akadály deaktiválása. Ha-ha-ha-ha-ha. Yes! Nem kell ez már úgysem a bázis számára. Gatling lézer, ezt mindenképpen eltesszük. Sőt, olyannyira eltesszük, mint a disznót, hogy... Hol van? Gatling lézer, ezt meg is javítjuk, hogyha tudom. A lézer csodaragasztó, igen. Hát nem, ez se kell igazából, a Gatling lézer az jó, hogyha megvan, ugye 94-es sebzése van, úgyhogy gyakorlatilag nem értek egyáltalán a lézerfegyverekhez. Értéke az 1216. És még jól is néz ki. Ebben semmi nincs. Figyelj, ilyen. Jó, kis csendes. Oh yes, I am the king. Hoppá, ezt nem akartam elrakni. Vagy ez mi volt ez a terminátoros kézigépágyú, igen, ez nekem már megvan. Megvan otthon a szobámban. Tesla páncél. Na, ebbe az irányba kell menni. Fussunk. Fővárosi pusztajság. És futunk! Ajjaj.
Halló, barátom, végre megtaláltalak. Tudtam, hogy túl fogod jönni, és reméltem, hogy részt vehetek a megmentésedben, mert van mit törlesztenem. Úgy tűnik, új játékszert szereztél magadnak. Bizony, egész el vagyok ájulva tőle, ez a technológia egyenesen elképesztő. Képzel csak el, mennyi gonosz embert lehet kiírtani ilyen eszközökkel. Vagy éppen mutást, ugyebár. Így akartad mondani, szerintem, Fafkesz. Fafkesz, mi a jó fenét csinálsz te itt? Láttam, hogy elfognak, és miután összeszedtem az eszem, követtem a gazfickókat, bárcsak hamarabb ideértem volna, hogy segíthessek a menekülésben. Mivel a szabadságom a te kezedben van, úgy éreztem, törlesztenem kell súlyos adósságomat, rajtad kívül senkit nem ismerek ebben a világban. Karma. A segítőkéz mindig jól jön. Akarsz hozzám csatlakozni? Megtisztelő lenne, ha egy magadfajta kvalitású hős követnék. Indulhatunk? Oh yes. Of course. We can. Szóval neki is olyan fegyvere van, mint nekem. Ezek szerint nagyon hasonló. Azért van egy kis méretkülönbség. Ouch! Azt a rohadt. Na, ez már tűzi játéknak nevezem. Augusztus 20-a ehhez képest egy nagy semmi. Jelentenem kell a Lion's Pair Purial-nek. Fú, aralék. Hát, ez sikerült, megsemmisítettük az enklávé bázisát. Pusztán a megnyerő karmámmal. Ellenségeket szagolok. Hú, de ez nagyon erős fegyver, he. Hú-hú. Imádni fogom ezt a puskát. Vaj, a fém hulladék is volt nálad, akkor az give it to me. Gondolom, ez a gépágyú, ez eléggé gyorsan fog romlani, állapot ügyileg. Na jó, tudjátok akkor mit mondok? Azt mondom, mi ez itt? Oh. Na, elég volt. Elég volt. Ne hazudtold meg a fizika törvényeit. Na, úgy. Na, szóval azt akartam mondani nektek, hogy akkor most teleportálok szerintem egyet. Jelentsd le az eseményeket Lion's Purial-nek a Citadellában, oké. Okay. Már csak, ja, igen, Raven Rock, oké. Okay. Megnyomtam a gombócot. A bibolyomon is teleportáltam. Viszont akkor egy picit várakozzunk, hogy nappal legyen. Ugye az icakát azt nem nagyon kedveljük a játékban. Jó. Na, menjünk akkor Purial-höz. Hát csak vízből mondom, hogy Purial. Igazából Purial. Csak az újonnan csatlakozottaknak mondom. Oh my god. La 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 la. Csöpörcsön feltűnő nekik, hogy egy ilyen szupermutáns követ. Hát igen, hogyha belementem volna izébe, akkor ő is meghalt volna meg. Ami azt jelenti, szinte mindenki, mert hát bizonyos mértékben mindenki mutálódott ebben a világban. Tehát gyakorlatilag világégést okoztam volna, hogyha belemegyek a dologba. De szerencsére elhoztam azt a fiolát, úgyhogy további elemzéseknek fogjuk most gondolom alá vetni. Ki az a nőstény ott erőpáncélban? Én csak annyit próbálok sugallni, hogy minél tovább tétlenkedünk, annál több idejük lesz megcsinálni. Az a baj, hogy Citadella védelmére is alig van emberünk, ezt már ezerszer megbeszéltük, Sarah.
Sarah Connor. Szóval akkor most várakozunk, amíg ránk kerül a sor. Ha a Lions vérei most beszállnak a harcba, és ha kudarcot vallottok, akkor mi van? A kockázat lehetősége nem éri meg a befektetett izé. Egyetértek, az élet nélkül a víztisztító nem ér semmit az enklávé számára. Hamar feladnák a próbálkozást. Ez nem tetszik nekem. Nem kell, hogy tetszen, lányom, elég, ha teljesíted a parancsokat. Igen, apám. Szóval visszajöttél, féltünk, hogy neked is és az életnek is nyoma veszett. Sikerrel jártál? Fogjuk rá, megtaláltam az életet. Ez remek, így legalább van egy aduászunk, amivel megakadályozhatjuk az enklávét a víztisztító kisajátításában. Igen. Nos, ez azért nem ennyire egyszerű. Ez hogy kell érteni? Magyarázatot várok. Az enklávésok megszerezték az életet, és épp használni próbálják. Akkor azonnal indulnunk kell. Ha van bármi egyéb információ, amit használhatnánk, mondd el gyorsan, mielőtt útnak indulunk, bármilyen segítség a részedről életeket menthet. Na várjál, gondolkodjunk. Az a baj, nem tudom, hogy ezek a Lions Pearl-jelnek mi forog itt a fejében, mert lehet, hogy ő is világuralomra szeretne törni, bár nem hiszem. Mert hogyha most elmondom neki, hogy az enklávé azt tulajdonképpen összeomlott, akkor lehet, hogy megváltoztatja a terveit. Hát elmondom neki, mi történt. Raven Rock megsemmisült. Megsemmisült? Nos, ez váratlan, de üdvözítő hír. Remélhetőleg nagyon lecsökkenti majd a vezetőképességüket. Az információt halván át kell értékelnünk a stratégiánkat. Ha az enklávésok megszerzik az életet, semmi sem jelenthet akadályt, hogy beindítsák a víztisztítót. A kódra ugyanis már rájönnek. Attól tart, csak cselekednünk kell. Most még van rá lehetőségünk, vigyük a Lions véreit csatába, meg tudjuk csinálni, most még nyerhetünk. Rendben, Sarah, bevetjük a fiúkat. Ellenben szeretném, ha lenne egy kis extra tűztámogatásuk. Rothschilds, készen állsz a kicsike? Hogy? Igen, csak kétséges, mivel ugyan megoldottuk az energiaellátását, de a diagnosztikai tesztek zöme még hátra van. Vagyis? Gyakorlótéri tesztekre alkalmatlan, éles lövészetről nem is beszélve, a fegyverzet kalibrálatlan, a navigációs rendszer nem mutat életjeleket. Rothschild, elég a beszédből, működésre tudod bírni? Őszinte legyek, nem tudom, kiúszhatjuk még egy darabig, ha pedig mégsem, hosszú távon amúgy is meg lennénk lőve. Akkor lépjünk, Sarah, fogod az elit alakulatot és a robot lesz a fedezet. Vegyétek be a csapatba a barátunkat és foglaljátok el a víztisztítót. Igenis, uram! Mielőtt belefogunk az egészbe, el akarom mondani, hogy miről beszéltem az apámmal. A Lions véreivel úgy határoztunk, hogy a sok megpróbáltatás után, amin keresztül kellett mened, az elit csapat tiszteletbeli tagjává választunk. Gratulálok, a tagság privilégiumokkal is jár, mint például az alakulat előpáncéljainak viselése. Azt szeretném, vagy inkább egy felderítő páncélt? Hát, igen, akár ezt is mondhatnám. Vicces, de nem emlékszem, hogy részt akartam volna venni a GIT egyletetekben. Jöhet az erőpáncél. Semmi akadálya, remélhetőleg egy kicsivel több esélyt ad neked a harcban. És akkor készen állsz arra, hogy megvívjuk a nagy csatát? Na de hát nem tudom még használni az erőpáncélt, vazzeg. Nem tudom, Sarah, nem vagyok biztos a dolgomban. Nyugi, nem lesz semmi gond. Bárki legyen is előtted, húzódj meg mögötte, és ne bátortalankodj el. Azt hiszem, sokat vacakoltunk, már készen állsz az indulásra? Kéne még egy vagy két perc, ha lehet. Sietned kell, minden elvesztegetett perccel csökken az esélyünk. Újjj! Uh-huh.
Ja, igen, a nehéz fegyverekhez tartozik a Gatling lézer is. Jó van, akkor már értem. Jó van, akkor szerintem... Hát igen, a beszédkészség az izé... Nehéz fegyver... És... Még... Beszédkészséget... Az egy 60-os beszédkészség az már annyira nem rossz. Milyen jól jött most is. És akkor ugye a nehéz fegyverek... Plusz... Volt itt valami... Igen. 15 ponton olyan nehéz fegyvertudásod. Nagyszerű. Tehát igen, ezzel most vissza mindenkit, új küldetés. Most megnézzük a képzettségeket, tehát már 94-es a nehéz fegyverek. Nagyon jó. Na fel tudom-e venni a nehéz páncélt? Nagyszerű, úgy lesz, hogy kiképzést is kaptam. Jó van akkor. 247. És ez olyan egyébként, hogy sugárzás ellenállás plusz 10, sugárzás ellenállás plusz 3, tehát van egy bizonyos szintű sugárvédelem is. Persze mondjuk ez a sugárvédelmi öltözék, ez mindenképpen jó, továbbfejleszthető, ezt meg fogjuk tartani. Viszont mielőtt indulnánk, most csinálok itt azért egy nagy mentés, nehogy bugzódás legyen, de én még indulás előtt... Jaj, nem akartam. Igen, így nézek ki. Na szóval indulás előtt még szeretném eladni a cuccaimat Moiránál, mert most eléggé tele vagyunk. Remélem, hogy ebbe a pár percbe beletelik, vagyis belefér. És akkor tudjanunk egy jó nagyot. Yes. Most már nagyjából tudom a járást errefelé. Na, teleportáljunk egyet. Ficsúralmas bekerülsz. Jó, legyen úgy. Isten áldjon. Na, akkor menjünk Moirához. Tényleg, és milyen állapotban van ez a páncél, azt nézzük csak meg. Szuper. És összességében véve 48-as védelmet ad, míg a roham páncél az csak 18-et, vagy max 20 valamennyit. Szóval rohadt jó. Rothat jó. Na nézzük akkor. Szavasz Moira. Ha-ho, tudtad, hogy az ember gyomor és lép nélkül is simán eléldegél? Amúgy mi a nagy helyzet? Vetnék egy pillantást az áruidra. Már is mutatom. Na, nézzük csak. Mi az, ami még itt kellhet? Kutyatál! Steampackhoz jöhet. Jó van. Trucs. És akkor innen mit kéne eladni? Na, azt nézzük. Na most már megnézem ezt a pusztai kalandorok izéjét, mert ez már itt böki a szememet nagyon. Tehát, hogy konkrétan ez fizikálisan itt van, izé, pusztai kalandorok kalauza. De ezt már elolvastam szerintem. Hát biztos, hogy elolvastam már. Vagy nem? Szerintem biztosan. Na, mert akkor eladnám azt is neked. Eladom a saját könyvedet neked. Na jó. Puty. Barkácsgránát. Jó, oké, buffout. Békebeli pénz, az nem kő. Igazából ezek se kellenek. Huha. Inkább akkor az izé nagyobb dolgokat adom el. Na várja. Amit amik így konkrétan
helyet foglalnak, tehát például rohampáncél. Akkor ugró öltözéke, hát jó, Poison Halura, hát ehhez küldetés tartozik. Azt még majd meg kéne valamikor csinálni. Aztán mi van még itt? Ezek ugye nem foglalnak helyet különösebben, mondjuk ez a Quantum, ez igen. Azokat kéne eladni, ami ugye helyet foglal, vagyis hát súlyos. Karton cigaretta. Na. Kat. Muníció az nem, cuccok. Hát ja, végül is körülbelül helyben vagyunk. Megnézem, hogy mennyi. Izője, hát igen, 193. Nem rossz, de lehet, hogy egy kicsit a fegyver cuccaimat átgondolom, újra gondolom, hogy mi legyen nálam és mi ne. Meg akkor már elmegyek sugárzást talanítani magamat. Valahol beakadt. Tudj! De ilyen sok van, tehát itt minden helyre kerül egy ilyen bábú amúgy, vagy ez most hogy van? Kézigépágyú kis daggé. Na, akkor milyen fegyverek legyenek nálam? Ez ugye most nincs is lőszerem. Ó, kettő darab kínai gépkarabé is van. Hát ebből azért legyen egy. Azt mondja, hogy kólás kupakak. Na hát igen. Lézerpisztoly. Nem kell, lézerpuska sem kell. Plazmaakna sem kell, igazság szerint. Plazmagránát sem. Plazmapisztoly sem kell. Plazmapuska sem kell. Igen, rohampuska az kell, távcsöves és vadászpuska. Mesterlövészpuska, illetve a Gatling lézer az itt van. Jó, tehát ennyi így jó lesz. És így már mennyivel könnyebbek vagyunk. 149 per 250. Igen. Jó van. Na azért elpróbálgatom. Tehát a kettes a pisztoly, hármas a sörétes, négyes a gépfegyver. Na, nagyszerű. Jó, a királyok vagyunk. Na, akkor egy kis vizet adhatnál nekem, kedves Wetsworth. Mondj egy viccet. Egyszer egy jövőben látó konferenciára voltam hivatalos, de előre nem látott okoknál fogva elhalasztották. Ez jó. Szeretnék inni valamit. Sajnálom, uram, de még nem tudok adni. Jól van. Akkor... menjünk, gyógyítsuk meg magunkat. Meggyógyítom magam, helyrehozom a sérült végtagokat, eltávolítom a sugárzást, és már mehetünk is. Fejjel ki. Kifejeltem a falat. Azért most már elég kemények vagyunk, ilyen nehéz páncélban. Mennyi idő van még hátra? He. Megnézem már közben. Ó, még van 6,5 perc. Na jó, akkor most már teleportálhatunk a küldetés helyszínére, a citadellába. Azért a sétálás sebessége, mint hogyha egy picit lassabb lenne, így vagy nem? Ebben a nehéz páncélban. Lehet, hogy csak tévedek. Itt pocsékolják a lőszereket. Let's rock! Na, innen akkor egy tripla szaltóval.
Itt vagyok. Mehetünk. Készen állsz? Nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt áldogáljunk, mint aki... Én készen állok. Oké, ne idegeskedj, a teljes csapaton fedezni fog, nem is beszélve erről a nagyra nőtt bádog emberről. Amíg el nem érjük a víztisztítót, húzódj fedezékbe, holtan nem érünk veled semmit. Ja, és vigyázz, rád ne lépjen az a robot. Oké, újra átvesszük a teendőket. A Lions vérei velem jönnek, a cél a megtisztulási projekt, de az üzemegységbe addig nem tudunk bejutni, amíg Rothschild és Lee szerint a robot le fogja tudni bontani az energiapajzsokat. Fedező tüzet fogunk biztosítani, mindenki közel marad a robothoz, levakarjuk róla a támadókat és segítjük neki a bejutást. Amint a pajzs lehullik, egyenesen az üzemegységbe indulunk. A robotot arra fogjuk használni, hogy lekösse őket, amíg bejutunk és elfoglaljuk az irányító termet. Gyorsan kell mozognunk, különben nem tudjuk meglépni őket, fogjatok meg minden létező tartalék ellátmányt és az udvaron találkozunk. Amint túl vagyunk az egészen, mindenkit meghívok egy pohár jéghideg vízre, most indulás. Indulunk, Rothschild, fűtsd be a robotot. Uhi! Kár, hogy nem lehet beleszállni, és akkor olyan Shogo Mobile Armor Divisionként mennék. Emlékeztek még arra a játékra? A Littecs motor. Littecs 2-es motor. Vagy Littecs motor hajtotta meg azt a játékot. Ilyen nagy robotokban lehetett így szaladgálni. Na. Ja, hogy már mehetek? Meg itt nézek ki a fejemből. Menjünk már. Beragadtunk. Hát igen, ennyit erről. Ajaj, megpróbálok előre szaladni. Fú, felhozták a robotot. Hé, várjatok meg, hova szaladtok? Na ez, erre kíváncsi leszek. Akciódús. Actiondús. Háború van. It's... War! Fuhu! Pasztorolik! Leszakadt az egyik karom, mondja gyorsan vissza. Visszavarrom. Ez a robot, ez nagyon durva. Nem örülnék neki, hogyha ellenségek lennénk. Lőnek itt mindenhonnan. Hmm.
Páncélom az kitart? Ó, nagyszerű. Eddig nem sok dolgom volt. Szóhoz nem jutok. Közben lejárt az időnk, de... Na most nem tudom, megvárom, hogy mi lesz ebből. Nem akarom félbe hagyni. Ajjaj, szét fogják lőni. Vagy nem. Impak. Erőpáncél az erőpáncél ellen, mi? Come on, bitch. Tömegkaja. Enkláv is katona. Hát ezek nagyon messze vannak. Ez nagyon, de hát hogy csak 16% az esély. Oh! Shit! Azt hiszem jobb, hogyha itt rájuk bízom a harcot. Én meg csak itt lopkodok. Királyság. Nagyon úgy tűnik, hogy győztünk. Vagy még nem. Na jó van, tudjátok gyerekek, akkor most itt mentek egyet. Lehet, hogy itt még most jön majd a nagy összeütközés, és akkor innen fogjuk folytatni. Ez volt a 41. része a Fallout 3 végigjátszásomnak, ez volt eddig talán a legaction-dúsabb rész. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, én Oscar voltam, és akkor majd a 42. részben folytatjuk. Sziasztok!